Szerbiában csak nem 30 ezer hektáron folyik vetőmagtermesztés, és ebből a KVS Szerbia Kft. 3,5 ezer hektáron évente 10 ezer tonna kukorica, kalászos gabona, olajrepce és cukorrépa vetőmagot állít elő, mondta Pavle Sklenár cégigazgató. Legújabb kutatásaik eredményeként létrehozták a szárassággal és a hőstresszel szemben toleráns Klima Control 3 hibrid kukoricákat. A cukorrépa nemesítésben már 10 éve törekednek gyökérrothadás toleráns fajták előállítására. Úgy néz ki, hogy ezekben a kísérletekben kipróbálva az özgeno típusunkat, amivel rendelkezünk, találunk végre olyan fajtákat, amelyik toleránsabbak ezzel a betegséggel szembe, és kipróbáltunk elég sok mikrobiológiai terméket is, amelyeket a vetőmagra rávéve, vagy pedig a vetőmagágyba beinkorporálva kipróbáltunk, és itt is elég szép eredményekre tettünk szert. A következő idényben egy új termesztés technológiával végeznek majd kísérleti cukorrépa termesztést, bemutatva a gazdáknak, miként küzdhető le a gyökérrothatás betegség. Schmidt Ferenc szerint jövőre a cukorrépa vetés területe 30 ezer hektárra csökken a tonnánkénti 32 eurós felvásárlási ár a bizonytalan átvételi körülmények és a terjedő növénybetegségek miatt.